A békés erő megtestesítője, aki a légynek se tudja ártani. Csak egy a bökkenő, hogy ez a nő nem légy. Tüveres túlkapás! Megvárhattad volna, amíg hazai pályára visszük. Nem hallom! Menjünk valami csöndesebb helyre, ahol beszélgethetünk. Jelenésem van a cálpánál, addig daráld le, hogy köpjön. Jó reggelt, Übe! Szia, Übe! Jó reggelt! Tessék! Fiorentini úr, itt van Agnes. Á, üdvözlöm. Tudom, hogy reggeltől estig leköti a munkája. Nyilván ezért nem felelt a rögzítőjén hagyott számtalan üzenetem. Így van, és épp most is akcióban vagyok, úgyhogy fogja rövidre. Már háromszor lépte túl a számláját ebben a hónapban. Vagy rendezi a tartozást ma estig, vagy törlöm, mint ügyfelet. Elég rövid mondtam. Intézkedem. Nem! Beszélni akart velem, uram? Über, mi ütött magába? Talán ideges? Nem, uram, nem jobban, mint máskor. Sőt, inkább nyugodt vagyok. Über, nem verhet laposra úton útfélen mindenkit. A kiaggatásra behozott nőre célozó igazából férfi. Nem érdekel a transzveszti, leszarom. Én a többiekről beszélek. Kikről? Nem értem. Über, erőltesse már meg az agyát. Valaki akadályozni próbált a munkámban. Ez az. Pörgesse tovább. Tereng már. Tényleg volt egy kis szóváltás. Keresélje még az emlékei közt. Ja, igen, egy fókafeje lépcsőnél mondott valamit, de akkora zaj volt, hogy nem értettem. Azt mondta, hogy... A rendőrfőnök az apám! Ez nem tűnt fel. Neki igen. Az apja elutazott. Gyorsan kérjen tőle elnézést. Mégis mit mondja? Teljesen mindegy, hogy összekeverte egy bűnözővel. Arra büszke lesz. De vár rám az a buksza fejodát. Über. Hol találom a fiút? Maga szerint? Jó napot, én vagyok. Emlékszik rá? Tegnap összefutottunk. Ne féljen, nem tartóztatom le. Csak azért jöttem. Szóval, hogy... Bocsánatot kérjek. A sötétben meg a füstben nem láttam, hogy maga a fia a... Vizet! Bevallom, tolvajnak néztem. Illetve nehéz fiúnak, aki pont így öltözik, tessék. Hát őszintére stellem, igen. Viszontlátásra. Halló? Úgy hallom, morcos vagy. Zavarlak? Figyelj, Sofia, ne haragudj, de épp dolgozom. Tudom. Te mindig dolgozol. Vasárnap soha. Persze, mert akkor golfozol. Néha lazítani is kell. Na látod, épp ezért hívlak. Golf után elvinnélek vacsorázni. Kedves tőled, épp nem vagyok éhes, térjünk vissza rá. Épp nem éhes. Hát így még nem ráztak le.